Szia, szeretettel üdvözöllek, Bilibok Árpád vagyok, és mint látod, köszöntelek egy gyönyörű helyről, gyönyörű időből, Kőhegyről, itt Szentendre fölött, és hát be kell vallanom, elég rég jártam itt, a rég nekem annyit jelent, hogy most az utóbbi hetekben nem voltam itt, mert hát hála Istennek elég sok elfoglaltságom is volt így a munkában, így az online marketing, meg hálózati marketing, meg még a gerinckezelésekben is, és még Erdélyben is voltam, úgyhogy hát egy kicsit elhanyagoltam megint csak Kőhegyet, de még az edzéseket is az utóbbi néhány hétben, vagy az egy hónapban, és most úgy kocogtam fel ide Kőhegyre, hát azért most nem dicsekszek annyira a kondíciómmal, hát nem döntöttem rekordot, úgy, hogy bevallom, de nem is azért járok fel, hogy rekordozzak, hanem azért, mert hát ez nekem egy ilyen testi-lelki egészség feltöltődés. Ez a ropogás itt mögöttem, ez Roxitól származik. Ő ilyenkor ugye itt, ő is megtalálja a saját elfoglaltságát, keres itt a fadarabokat, itt mászkál a sziklán, jobbra-balra, és itt rágja, szórakozik ő is valamivel, én meg szórakozok itt a jó időben, szép kilátásban, és néha csinálok videókat. Na most ebben a videóban egy érdekes, vagy mondhatni, ritka témát vetettem fel, amit talán eddig így ebből a megközelítésből nem is, és pedig azt, hogy azt a címet is adtam ennek, ugye, hogy miért is szeretem én annyira a hegyeket, vagy miért kötődök én annyira a hegyekhez. Ugye ma hétfő van, március 13-a, igen, ha jól tudom, és hát a tegnap templomba voltunk, és hát ott is az evangéliumban, a prédikációban szintén hegyről volt szó, majd mindjárt visszatérek egy kicsit arra is, de ott elindultak bennem bizonyos gondolatok, és amik a mai napig is még itt egész ide fel Kőhegyig követtek, úgyhogy annyira, hogy még itt felfele imádkoztam is, hogy tényleg itt a Jóisten megértesse velem igazából, hogy ezek a hegyek, hogy nekem így szimbolikusan mit jelentenek meg, hogy az utóbbi mondjuk 10 év történéseiből hogyan meríthetek, hogyan tanulhatok jóból, rosszból. És hát így, hogy a hegyekhez való kötődésem, amit már ugye tudtam, meg tudok, lehet onnan ered, hogy majdnem én is hegyen, vagy az erdőbe jöttem a világra, hisz azon a napon, amikor születtem, ugye én Erdélyben születtem Csík-Ajnádon, tehát azon a napon édesanyám még kint volt az erdőn, és hát a falutól elég messze fent az erdőn, ugye hegyek közt, akkoriban még TS volt, és ilyen, hát ilyen közmunka félét végeztek, tehát fenyőfa csemetéket ültettek, tehát fenyőerdőt ültettek akkoriban, így a falu népe. És hát hirtelen ugye ott akartam volna én a világra jönni, de olyannyira, hogy sokszor elmesélték, meg a nagynéném is ott volt akkor édesanyámmal, tehát elmesélték, hogy hát igazából alig értek vissza a faluba. Úgyhogy gyalog kellett onnan hazajönni, akkor nem volt ott autó, meg ilyesmi. Aztán valahogy a mezőn egy szekérbe botlottak, akkor egy ilyen lovas szekér, akkor arra rakták fel édesanyámot, és akkor azon vitték a faluba. Hát a faluból még ugye kellett vinni a harmadik faluba, Csíkrákosra, ott volt egy ilyen valamilyen szülészet, hát végül ugye ott jöttem a világra. Tehát mondom, majdnem az erdőn, és lehet, hogy ezért kötődök ennyire a hegyekhez, meg az erdőhez. Visszatérve a tegnapi misére, hát ugye katolikusok vagyunk, és hát járunk, ha csak itthon vagyok, és megtehetjük az egész család így vasárnaponként misére templomba, az egy másfajta feltöltődést ad nekem. És hát itt a tegnap, mint említettem, hogy az előbb, hogy megint egy ilyen hegyről volt szó, és ugye elkezdtem azon gondolkodni, hogy igazából a Bibliában is milyen gyakran ugye előfordulnak a hegyek, jó és rossz értelemben is. Na most én nem akarom semmiféle ilyen bibliai prófétával hasonlítgatni magam, meg ugye főleg Jézussal se, de csak így a bibliai úgymond emlékezetem, tanulmányaim szerint, hát tudom azt, hogy ugye a hegyeken nagyon sok esemény történt, hát kezdve attól, hogy ugye Ábrahámot is az Úr a hegyek közé küldte, hogy ott a fiát áldozza fel. Persze nem kellett neki végül feláldoznia, ez csak egy ilyen próbatét volt, hogy Ábrahámnak a hitét tette próbára. Akkor ugye Mózes is a
Sion hegyén kapja meg a 10 parancsolatot, meg többször van ott a, ugye a mózesi történetben is szó a hegyről, akkor Jézussal kapcsolatban is nagyon sokszor ugye a hegyen, hegyeken történik valami, hát ugye a, van az Olajfák hegye nevű hely, aztán nem tudom mekkora hegy volt az, de lényeg, hogy hegynek nevezik, szóval ott ugye többször van, vagyis volt a tanítványaival. Tudjuk azt, hogy az utolsó vacsorán ugye ott szenvedett ő is, tehát ott megint nem csak jó élményei voltak, hanem rossz is, tehát ezt a halál félelmét ott érte át, akkor ott árulták el, ott fogták el, és onnan vitték ugye a keresztútra végül egy másik hegyen, ugye a Golgota, ami magyarul annyit jelent, hogy a koponyák hegye, tehát ott feszítették keresztre. Na szóval egy csomó helyen a hegy előfordul. A tegnapi misén pedig arról volt szó, hogy amikor Jézus felmegy szintén egy másik hegyre, ez a Táborhegy, három tanítványával, és akkor ott történik meg az a, amit ugye mi úgy nevezünk, hogy Urunk színe változása, tehát ahol igazából ő megmutatja az ő isteni mi voltját, tehát ugye átváltozik, és hát azt a Jézust látják, akit majd a feltámadás után is, tehát abban az átszellemült formában. A lényeg, ugye megint csak hegyen történt a dolog. Az előtte való vasárnap, tehát nem a tegnap, hanem az előtti vasárnap pedig megint egy hegyről volt szó. Ott pedig ugye arról, hogy Jézust is megkísérti a sátán, ugye van a történet, hogy ez a hármas kísértés, hogy mond a köveknek, hogy változzanak kenyérré, amikor ugye bőjtöl, persze Jézus nem megy ebbe bele, akkor, hogy ugorjon le a templom párkányáról, akkor majd hinni fognak benne, persze ebbe sem megy bele, és akkor a hegyen mondja neki a sátán, hogy megmutassa ugye a világ minden kincsét, gazdagságát, és mondja neki, hogy mindezt neked adom, hogyha leborulva imádsz engem. Hát persze Jézus ezt is elutasítja. És miért mondom el én ezeket? Most itt állok ugye Kőhegyen, gyönyörű hely, gyönyörű kilátás. Picit elrébb jövök, ott a háttérben, nagyon sok ház van, az a Pismány hegye. Na most én ledöbbentem, amikor én tegnaptól egész ma is, meg idáig ezen meditáltam, hogy te jó ég, nekem, meg ugye az egész családnak igazából, ez a két hegy, ez egy mekkora nagy ilyen szimbólum. Az egyik a rossz, a másik meg a jó. Most nem Pismány hegyét akarom ledegradálni, mert tényleg egy szép hely, hanem ami történt ugye az én életemben, meg a mi életünkkel kapcsolatban. Mi is történt. 10,5 évvel ezelőtt költöztünk ugye Norvégiából Magyarországra. Norvégiában éltem én 17 évet, ott dolgoztam, és hát ugye azért volt elég sok pénzünk megtakarítva, több 10 millió forinttal sikerült ide vissza költözni, és azzal az álommal, hogy akkor most veszünk valahol egy szép házat, vagy telket, építünk, és akkor nem lesz többé soha hitelünk. Norvégiában sajnos ott mindig volt hitelünk, ugye hitelből kezdtük egy hátizsákkal, és hát azért sikerült ott is ugye nulláról feltornászni magunkat kertes házig, és hát végül is abból volt az az érték, amit ugye le tudtunk hozni ide Magyarországra. De miért jelképezi nekem Pismány mégis a, úgymond a kísértést? Pár szóval elmondom, bár ezt nem mondtam soha senkinek. Igazából nekem is úgymond most jött ez a úgymond megvilágosodás, megértése. Hát ugye nézegettük itt akkoriban, 10 évvel ezelőtt itt a környéket, a Szentendrét kiválasztottuk, meg Szentendrén belül is, hogy vegyünk vagy telket, vagy házat. Igazából ott fent azt a Pismány hegyet annyira nem néztük, nem vonzott. Az zajban nézegettünk ott pár telket, meg házat, elég drágák is voltak, meg mai napig is, szóval annyira nem vonzott. De mégis találkoztunk véletlenül valakivel itt Szentendrén, akit addig nem ismertünk. És hát semmi baj azzal a személlyel, tehát most nem akarok itt senkit vádolni, hanem az csak azt akarom mondani, hogy ennek a véletlen találkozásnak lett egy nem jó következménye a részünkről. Mert hogy ő mondta, hogy van neki egy gyönyörű telke fent Pismán hegyén, tényleg ott fent a legtetején majdnem, a fölött már csak egy vagy két ház volt, és az neki éppen eladó. Hú, mi felmentünk oda, első látásra bele is szerettünk, tényleg milyen szép, gyönyörű kilátás, nem csak, még jobb a kilátás minden Kőhegyről, mert innen ugye csak így Budapest, meg Szentendre felé, meg Pomász felé lehet látni, onnan még a hegyek felé, ugye a Pilisi hegyek felé, tényleg meg erre is ugyanúgy, tehát tényleg egy gyönyörű hely, gyönyörű kilátás.
És hát ugye majdnem 20 milliót bele is öltünk abba a telekbe, tehát gondolkodás nélkül meg is vettük. Na most ez jött le nekem ebből a tegnapi meditációból, ami a templomba kezdődött, meg ide feljövett, meg most is ezért mondom el ezeket ebben a videóban, hogy ez nekünk, én úgy érzem vissza tekintve, hogy ez volt nekünk a kísértés hegye. És sajnos elbuktunk. Miért buktunk el? Hát ebbek közt azért is, mert egyik az, hogy nem volt megfelelő viszonyunk a pénzhez, pénzügyi intelligenciánk sem volt, nem tudtuk a pénzt kezelni úgy, ahogy kellett volna, meg tényleg elhittük azt, hogy most már az egész világ a miénk, most már jöhet bármi. És hát persze, ezen felbuzdulva, még ugye vettünk két vadonatúj autót, mondjam, azokkal sincs semmi baj, új autó, tehát semmi gond, nem beszélek ellenük, de akkor vettünk lakást Budapesten, ugye lányomnak, akkor, sőt, belekezdtünk egy vállalkozásba itt Budapesten, amiről megint nagy reményeket fűztünk hozzá, üzlethelyiséget vettünk, és hát végül úgy elfogyott a pénzünk, hogy hitelt kellett felvenni ahhoz, hogy a vállalkozást azt egyáltalán életre lehessen kelteni. És mindez rosszkor, rossz időben történt, és a hitel ugye svájci frankos, erről nem kell beszélni, és a válság elért, tehát egy-két év és minden összeomlott úgy, ahogy van, és annyira lezuhantunk arról a hegyről, hogy egy kis lakásba kerültünk oda lentre, Pannonia telepen, ami Szentendrének úgymond a legalacsonyabb része, és nem minősíteni akarom, nem azt mondom, hogy rossz az a hely, tehát szimbolikusan, gyorsan a hegyről, ahol végül nem laktunk, mert építésből nem lett semmi, amit ugye terveztünk, le a zajba. Tehát minden szempontból, pénzügyileg, lelkileg, hitbélileg, tehát tényleg nagyon-nagyon összezuhantunk. És ezért mondom, hogy ez nekünk, ez a kísértés, tehát a Pismány hegye szimbolizálta a mi megkísértésünket és a mi bukásunkat. Hát szerencsére a Jóisten nem kegyetlen, hanem kegyes, ugye az emberiség is elbukott valamikor, az a bizonyos Édenkertbe, de kapott új esélyt, mi is kaptunk új esélyt. És hát jó, hogy ez az új esély nem olyan rég kezdődött, hát körülbelül 2,5 éve költöztünk. Ja, még annyit, hogy ott is lentről, ugye aztán kezdtünk egy kicsit megint csak úgy, ahogy talpra állni, megint csak nekiindultunk Pismánynak. Jó, hogy nem oda fent a hegyre, de ott a zajba, na megint csak ott kerestük a helyünket, és megint kibéreltünk ott egy kertes házat, beleszerettünk nagyon, és hogy azt szerettük volna megvenni, aztán nem sikerült, hála Istennek, most már így mondom. Na szóval neki megint rossz irányba indultunk el, már másodszor is. Aztán harmadszorra, most már úgy érzem, hála Istennek, hogy most már jó irányba tartunk, tényleg többféle szempontból. Hát ugye helyileg közelebb költöztünk ide Kőhegyhez, tehát itt most a Szentendrének, ez a püspökmajori lakótelepén lakunk. Itt tényleg nagyon-nagyon jó emberekkel kerültünk kapcsolatba. Hát sajnos a Pismányhegyi kapcsolatokról, hát ezt ugye azért nem mondom el, mert de hát bennünk is megvolt a baj, tehát ott egyáltalán nem alakultak ki jó emberi kapcsolatok, tehát nem azt mondom, hogy Pismányhegyén nincsenek jó emberek, vannak ott már azóta barátaim, akik ott élnek, és akár ilyen közösségi társaim, tehát nem erről van szó, hanem ott még az emberi kapcsolataink se alakultak jól, sőt, egyenesen rosszul alakultak. Itt viszont Kőhegy, meg itt a lakótelepen, körülbelül 2,5 éve költöztünk ide, itt hála Istennek ebből a szempontból is nagyon jó irányba haladnak a dolgok, nagyon jó emberi kapcsolatokat alakítottunk ki, és hát hála Istennek így 1,5 éve a pénzügyi dolgaink is kezdtek sínre kerülni, persze még nem tartunk ott, ahol voltunk, még messze vagyunk attól, hogy visszaszerezni ezt a pénzt, de mivel megváltozott a pénzhez való viszonyunk, és ezt merem tényleg állítani, és ezért is hálát adok a Jóistennek, én most is arra törekedek, hogy nagyon sok pénzt keressek, akár heti vagy havi ilyen sok $10,000, mert most tudom azt kezelni. Most másként tudok hozzáállni, és azt a pénzt másként fogom kezelni. És ezért dolgozunk is a párommal együtt tényleg nagyon keményen, hogy ugye vissza is szerezzük azt a veszteséget, és tudom, hogy vissza is fogjuk tudni. Persze a Jóisten segedelmével azért elbízni nem fogom magam soha többé. Mindig kérem őt, mindig imádkozok, és mindig hálát is adok minden kis, meg nagyobb segítségért. Szóval lényeg a lényeg, amióta itt ide költöztünk 2,5 éve, és főleg 1,5 éve, ugye intenzíven járok ide Kőhegyre. Itt nagyon jól érzem magam. Tehát most szembe azzal, hogy éreztem magam a túlsó hegyen, ugye a kísértés hegyén, meg az elbukkásnak a hegyén,
Most ezen a hegyen nagyon jól érzem magam. Tehát nem csak itt érzem jól magam, hanem ott lent, ahol lakunk is, nagyon jól érzem magam. Tehát meg itt kinn ebbe a természetbe, ugye itt szokták mondani, a természetbe az ember közelebb van az ő teremtőjéhez, hát én tényleg szó szerint így vagyok, nagyon szeretek itt meditálni, elmélkedni, itt van előttem az a két szikla, ide szoktam így kiülni, a tájat nézni, meditálni, és hát tényleg itt kapok is nagyon sok ilyen jó sugallatot, gondolatot, és hát ezekből elég sokat így meg is osztogattam így videóban, hát mint ezt is például, ugye ez se volt itt teljesen betervezve, hogy most itt pont erről fogok csinálni egy videót, de hát mert szeretek videózni, szeretem a gondolataimat megosztani. Remélhetőleg, hogy valakinek tudok ebben segíteni, lehet, hogy meg tudom óvni, nem én személy szerint, hanem az én történetem meg tudja óvni esetleg egy rossz döntésről, és akkor elgondolkodik azon, hogy most jó irányba halad-e az élete, vagy nem. Tehát ugye mi erre törekedünk, hogy tényleg jó irányba haladjon az életünk, és minden szempontból, úgy egészség, pénz, munka, minden. Tehát most azt tudom mondani, tényleg mind a három nagyon jó irányba halad, a hit, a közösségi élet, tehát minden. De befejezésként, tényleg nem dicsekvésként, és nem is panaszként mondtam el mindezt a dolgot. Eddig nem nagyon mondtam ezt így el, ilyen formába, de hát most úgy látszik, akarta Jóisten, hogy ez kijöjjön belőlem, úgyhogy akkor remélem, hogy tudok ezzel valakinek valamit hozzáadni, pozitívat az életéhez. Úgyhogy akkor be is fejezem, kívánok neked is gyönyörű szép napokat, és sok sikert, boldogságot, örömet az életben, és te is akkor találd meg az útadat, és akkor tarts ki azon, és ha van hited, akkor tényleg kérd a Jóisten segítségét, mert ő soha nem hagy cserbe, úgyhogy akkor ezzel zárnám ezt a videót, akkor találkozunk még a következő videóban, ígérem, most már ugye megyünk bele jobban a tavaszban, vagy a nyárba, elég sokat tervezem ide feljönni Kőhegyre és videózni, hisz ez már a szakmám is, úgymond ilyen online videomarketinget, jó, magyarul ugye csinálok. Na, úgyhogy akkor találkozunk még a következő videókban. Addig is minden jót. Hello, szia!